Az Opel Dakar Team Gremlin X versenyautója a 206-os rajtszámot kapta, az adminisztratív feladatok után fel is matricázták a járművet. A technikai gépátvételnek már az elején is érezhető volt, hogy a szokásosnál is lassabb lesz, és tüzetesebben átvizsgálják majd a járművet, így a csapat ketté vált. Jön egy enyhe balos, aztán egy enyhe jobbos, és körülbelül 50 méterre megint egy jobbos. Van körülbelül egy ilyen 50 méter egyenes szakasz lefele, a szélén utána jön egy enyhe balkanyar és egy nagy kő a szélén. Miközben Bunkóczi László a versenyautó átvételét intézte, Szalai Balázs Akaba belvárosában egy hatalmas üres telekre sietett, ahol a tikkasztó hőségben körbejárta a többi versenyzővel a 3 km hosszú, úgynevezett szuper speciál szakaszt, a prológot. Itt a szabályok olyanok, hogy az első 10 az tulajdonképpen pozíciót választhat a prológ eredmény alapján. Nyilván az első a legjobb idő választ először, a tizedik pedig utoljára, akinek megmarad, ami marad. Úgyhogy ilyen 5.-6. hely körül itt már jó lenni, mert akkor maximum az 5.-6. helyről az ember el tud indulni. Ezek azért viszonylag elég poros pályák, tehát jobb elől indulni, de nem jó legesleg elől indulni. Tehát, hogyha én választhatnék, akkor én a 3.-4. hely körül választanék. A gépátvételen eközben több kisebb hiányosságot találtak a versenyautón, amelyeket pótolni kellett. A bukókeretre extra védőszivacsok kerültek, és ki kellett cserélni Szalai Balázs 5 pontos biztonsági övét is, mivel volt rajta egy apró szakadás. Ez a régi idők Dakarjainak a gépátvételét idézte, még az alsó nadrágon momolók számát is ellenőrizték és felírták. Tulajdonképpen elképesztő aprólékossága, rég nem volt ilyen, majdnem 3 órája vagyunk itt ezen a folyamaton, és még nem vagyunk rajta túl. A versenybírók végül zöld utat adtak az Opel Dakar Team versenyzőinek és a Grandland X-nek. Így délután 5:30-kor ők is elrajtolhattak a mindössze 3 km hosszú szuper speciál szakaszon.